Képzeljétek el, hogy egy szerpentinen autóztok. Az autó könnyedén suhan a kanyarokban. Bizonyos pontokon balról jobbra váltasz. Ezek az átmeneti pontok olyanok, mint a hajláspontok a matematikában. Jelzik a görbület irányának változását. Gondolj egy mosolyra, ami felfelé ívelt, és egy homlokráncolásra, ami lefelé. A pont, ahol a görbület megváltozik, a hajláspont. A hajláspontok segítenek elemezni és értelmezni az adatokat. Információt nyújtanak a trendekről és a lehetséges fordulópontokról. Matematikailag a hajlás pont egy görbe olyan pontja, ahol a görbület előjelet vált. A görbület egyszerűen fogalmazva azt méri, hogy egy görbe mennyire tér el attól, hogy egyenes vonal legyen. Egy hajláspontban a görbe az egyik irányba hajlásról a másik irányba hajlásra vált. Matematikailag ezt a görbületváltozást a görbét leíró függvény második deriváltja tükrözi. A második derivált megmutatja nekünk egy görbe meredekségének változását. Egy hajláspontban a második derivált előjelet vált. Ez az előjelváltás a felfelé konkávból, ami pozitív második derivált, a lefelé konkávba, ami negatív második derivált, vagy fordítva történő átmenetet jelzi. Például vegyük az fx egyenlő x a köbön függvényt. Ennek a második deriváltja f 2'x egyenlő 6x, ami 0x egyenlő nullánál. Mivel az f 2'x negatív x kisebb, mint 0 esetén, és pozitív x nagyobb, mint 0 esetén, arra következtethetünk, hogy az x egyenlő 0 egy hajláspont. A számítás segít szisztematikusan megtalálni a hajláspontokat. Elemezd a függvény második deriváltját. Találd meg, hol nulla vagy nem definiált a második derivált. Ellenőrizd, hogy a második derivált előjelet vált-e. Ez egy hajláspontot jelez. Ez a tudás felbecsülhetetlen értékű számos területen. Negyedik rész, a hajláspontok típusai. Nem minden hajláspont egyenlő. Két fő típusba sorolhatók, álló és nem álló. A különbség az első derivált viselkedésében rejlik a hajláspontban. Egy álló hajláspont akkor fordul elő, ha mind az első, mind a második derivált nulla ebben a pontban. Ez azt jelenti, hogy a görbe pillanatnyilag ellaposodik a hajláspontban. A függvény meredeksége nulla ebben a pontban, jelezve a növekvő vagy csökkenő trend átmeneti szünetét. Másrészt egy nem álló hajlás pont akkor fordul elő, ha az első derivált nem nulla a hajláspontban. Ebben az esetben a görbe tovább emelkedik vagy süllyed, miközben áthalad a hajlásponton. A függvény meredeksége nem nulla ebben a pontban, jelezve a növekvő vagy csökkenő trend folyamatos változását. Például az fx egyenlő x a köbön függvénynek van egy álló hajláspontja x egyenlő nullánál, míg az fx egyenlő x a köbön plusz x függvénynek van egy nem álló hajláspontja x egyenlő nullánál. Ötödik rész, a hajláspontok gyakorlati alkalmazásai. A hajláspontok nem csak elvont matematikai fogalmak. Gyakorlati alkalmazásuk van számos területen, segítve minket a valós világ jelenségeinek megértésében és értelmezésében. A gazdaságban a hajláspontok kulcsfontosságúak a piaci trendek elemzésében. Például egy hajláspont egy részvényárfolyam diagramon jelezheti az átmenetet egy emelkedő piacról, ahol az árak emelkednek egy csökkenő piacra, ahol az árak csökkennek vagy fordítva. A kereskedők és a befektetők ezeket az információkat használják fel, megalapozott döntések meghozatalához, a részvények vételéről vagy eladásáról. A mérnöki tudományban a hajláspontok elengedhetetlenek olyan szerkezetek tervezéséhez, amelyek ellenállnak a terhelésnek és a deformációnak. Például a mérnökök a hajláspontokat használják egy híd ívének vagy egy repülőgép szárnyának optimális alakjának meghatározásához. A hajláspontok megértése segít biztosítani ezen tervek szerkezeti integritását és stabilitását. A hajláspontok szerepet játszanak a népesség növekedés megértésében is. Kezdetben egy populáció exponenciális növekedést mutathat, azonban ahogy az erőforrások szűkössé válnak, a növekedés üteme lelassul, végül elérve egy hajláspontot, ahol a növekedés a gyorsulásról a lassulásra vált. Hatodik rész, összegzés, a hajláspontok jelentősége. A hajláspontok hatékony eszközök, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebben megértsük a függvények és a grafikonok viselkedését.
Információt nyújtanak a trendek és a minták finom változásairól, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának. A hajláspontok megértésével részletesebb képet kapunk a körülöttünk lévő világról. A pénzügyi piacok összetett működésétől a mérnöki csodák elegáns terveig a hajláspontok mindenütt jelen vannak. Emlékeztetnek minket arra, hogy a változás állandó, és hogy ennek a változásnak a természetének megértése elengedhetetlen a fejlődéshez és az innovációhoz. Ahogy folytatjuk a tudás határainak feszegetését, a hajláspontok kétségtelenül meghatározó szerepet fognak játszani az univerzumról és benne elfoglalt helyünkről alkotott képünk formálásában. Emlékeztető szolgálnak arra, hogy még a látszólag bonyolult és kiszámíthatatlan dolgokban is létezik egy mögöttes rend, amely csak arra vár, hogy felfedezzük.